Sziasztok, itt vagyok a Halag utcában, és ezt nézzétek, ez az abszolút semmiből semmiben. Oppá! Ott meg mennek a csörgők. De jó. Három csörgő. Akkor jól hallottam, hogy csörgő hangot hallottam. De ezt nézzétek. Ez csak érdekességképpen, itt vagyunk Kőbányán a Halag utcában, és van itt egy vágány, itt eltűnik a kerítés mögött, ott pedig egy fal mögött tűnik el. Ez az abszolút semmiből semmiben nem vezető vágány. És ennyi. De itt milyen jó megmondott, és akkor itt meg bevezetett ide, itt meg elfalaszták az útját. És még kamerák is figyelik. Nem semmi. Ez csak egy érdekességképpen, most pont erre jártam és kiszúrtam. Nem is emiatt jöttem, teljesen mások miatt. Így kiszúrtam, hogy hoppá, ez itt van. Akkor ez egy ilyen rövid kis vlogként ezt megmutatom nektek, hogy ilyen is van. Sziasztok! És nem jöttem, csak pár métert alébb, és ezt nézzétek, van itt egy nagy vasrácsos oszlopból kettő. Az valószínűleg térvilágíró lehetett, és itt van még, meg megint egy iparvágány. Ami itt a Macskaköves úton szépen megmaradt. A vezetős innen, mindennel. És azt nézzétek. És még azt is el tudom képzelni, hogy itt az aszfalt alatt is van, vagy igen, mert nem szedték fel. Itt még tart tovább a sínszál. Tehát még ott benne a kapun túl is lehet, hogy van. És ez is innen ágazik ki. Sőt, innen jön még egy. Ja, az az autót engedjük el. Lássátok feleim, itt volt egy kis mellékutca, itt fel tudtam jönni, és bizony ez az a vágány, itt jön, itt a gazba, onnan ágazik ki a vonalból, és ez az a vágány, ami bemegy a Halag utcai telepre, és aztán ott Kőbánya hízlalónál szintben keresztezi a hármas villamost. Na most azért látjátok, hogy milyen állapotban van. Ezen úgy idestóban 8 éve nem járt vonat. És valószínűleg más, de többet nem is fog, mert nincs már mire használni, a telephelyen belül is beépült már a... Már ráépítettek a vágányra mindent. Úgyhogy... Hoppá! Ezt figyeljétek! Egy gigantos teher. Vagy nem, csak egy gigant. Ez bizony a 36-os gigant. És ezt figyeljétek! Láttatok már jelzőt ilyen közelről? Hívójelzéssel megyünk. VMAX 15-tel. Nem semmi. És ott az iparvágány kapuja, azt még nézzük meg. Nem semmi egyébként. De innen legalább rá lehet látni a járműtelepre is majd, vagy itt a volt járműtelepre, egyébként szerintem valami kamiondepó lehet itt. A szúlósok álltok már megint. És egyébként itt van igen a telep. Hát én nem fogok belátni, de majd a kamera igen. Nézzetek be! Én majd csak akkor fogom ezt látni, hogyha a videót vágom. Na, ott viszont tényleg egy konténeres. Egy Vectron és konténer vonatokat visz. Aha, és azt érjétek, ott is van egy vágány. Tehát itt azért volt gazdagon iparvágányhálózat, és az volt az a vágány, amit az előbb már mutattam nektek. Hát nem semmi. És van itt elforgalom is. Na most ez volt az a vágány valóban, tehát... Most ezek után mondja valaki ezt a videót megnézve, hogy volt értelme azt a vágány átszerés benne hagyni ott a hármas villamosnál felújításkor. Tehát itt teljesen feleslegesen lelassít a villamos a 10-re. Még 15-re, hogy átöszögjön azon a szalon, mint egyébként a pályasebességgel már simán mehetne. Akár 50-nel is. Tehát igazán feleslegesen kopnak a villamos fékei, feleslegesen kopik az átszelés.
És valószínűleg itt már soha nem lesz vasúti közlekedés, mert igazából nincs miért. Úgyhogy ja, itt tartod. De majd még arrafele még szétnézek át, ha találok valami érdekességet, és hogyha igen, akkor ezt meg fogom nektek mutatni. És itt van a vágány. Itt elsételtem eddig, itt már majdnem a kiágazásánál vagyunk. Ott van egy törpe tolatás jelző. Itt van egy jelző, ami még lehet, hogy működik. Mindjárt megnézzük. Ezt a részét még ilyen minimális gazírtással járhatóvá lehetne tenni, viszont benne a telephelyen belül viszont beépült oda. Hát igaz, hogy csak konténer, de mégiscsak épületek épültek a vágánytengelybe is. Úgyhogy ott az már nehezebb lenne, meg hát igazából ez nem is nagyon lenne miért beüzemelni. Itt még annyira nincs a szállapotban. És akkor nézzük a... Hát igen, és itt van egy jelző, ami már nem működik. Nézzük tovább, és eddig tart a kiágazás. Itt már ez már az üzemi vágány. Ide már nem fogok bemenni, de nagyjából eddig. És az a gigant még mindig ott van. És akkor arrafele meg már kőbánya felső van. Ott van egy felüljáró, azon megy át szerintem. De azt meg később. Hát akkor ez ennyi lett volna. Itt visszasétálok az útra. És akkor ez a kis vonalbejárás itt véget is ért. Ez ilyen rögtönzött volt, hogy a Horog utcában láttam meg ezt a vágányt, mikor bejöttem, megnéztem. És akkor, de ha már úgyis időnk, akkor nézzük meg ezt is. Úgyhogy akkor ez így. Ennyi lett volna, és sziasztok!